Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Kijött a Fast X, a halálos iram sorozat 10. része, ami hát nagyjából annyira érdekelte a készítőket, mint amennyi energiát a címébe fektettek. Számomra az egyik legnagyobb kihagyott zicser, hogy nem Fasten Your Seatbelt lett a címe, de tényleg ez már a 10. rész, a matek valószínűleg kiadja, dől a pénz, az embereknek szüksége van rá. De amúgy, hogy jutottunk ide? És milyen is a 10. rész? És miért lett olyan a 10. rész, amilyen? Ezt fogjuk ma végigdumálni, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is! Igazából már belegondolni is durva, hogy ez a franchise már 22 éve velünk van. 2001-ben jött ki az első rész. És hogyha ma még nem érezted magad öregnek, akkor megmutatom, hogy mit loptak az első filmben. Bizony, VHS lejátszós kis tévéket, a legutóbbi epizódban meg egy Pontiac Fieróval mentek a világűrbe. Amúgy a beépülő zsaru, aki nem tudja kihez legyen hűséges, már akkor sem volt egy különösebben eredeti toposz, a halálos iram, az első, az tulajdonképpen az 1991-es Holdpont remake-je, csak a szörfdeszkákat meg az ejtőernyőt autóra cserélték. Paul Walker karaktere egy az egyben megfeleltethető Keanu Reevesnek, Vin Diesel pedig egy az egyben Patrick Swayze, még a két film csattanója is ugyanaz, csak Swayze egy narancs szupra helyett egy hatalmas hullámon menekül. A Holdpont amúgy egy inspiráló extrém sportfilm, engem legalábbis nagyon hatékonyan terelt az extrém sportok irányába, ugyanígy köze van a halálos iramnak ahhoz, hogy a Lamborghini posztert 10 évesen az ágyam fölött Skyline-ra cseréltem. És igen, 10 éves voltam, felvállalom, akkoriban azt hittük, hogy ez az autózás, szerencsére azóta egy kicsit tovább tanultunk. Az a film egy egyszerű ösztönre épített, hiszen az illegalitás mindig érdekelte az embereket, és Gary Scott Thompson, Eric Berquist és David Ayer forgatókönyve is erre épít. A Vibe magazinban jelent meg egy Racer X című cikk, ami a New Yorki illegális autóversenyzést dolgozta fel, és a három író ennek alapján írta meg a film szkriptjét, 1998-ban kezdtek rajta dolgozni, és 2001-ben jelent meg. Ez meg 22 éve. 22 éve. Érdekes sztori, hogy a filmhez amúgy Craig Liebermant kérték fel autószakértőnek, ő a tuning szcénában egy ilyen viszonylag ismert arc volt azon a környéken, és ő volt a tanácsadó, valamint ő felelt az autók beszerzéséért, építéséért. Ő adta az első filmhez a narancssárga Suprát, és azt tudjátok, hogy miért járt Lieberman egy Suprával? Hát azért, mert volt neki egy Fox Body Mustangja, egy 5 literes kompresszoros, volt benne teljesítmény gazdagon, csak aztán 1997-ben egy Los Angeles-i éjszakán a lámpánál mellé állt egy negyedik generációs Toyota Supra, és olyan szinten kúpolta meg, hogy két hét múlva ő is vett egy Suprát, mert neki erre szüksége volt. Lefújták az autót ilyen Mazda kanári sárgára, meg minden, megépítették ilyen durván 650 lóerősbe, elvitte vele egy körre a producert, aki összeszarta magát, hogy úristen, hogy megy ez az autó, Suprák már akkor sem voltak lassúak, majd azt mondta, hogy tökéletes, ez lesz a Paul Walker kocsija, csak fessékelt narancssárgára. Azt hiszem egy 8000 dolláros fényezést kapartak le a kocsiról. És ha már itt tartunk, amúgy a második résznek is az autószakértője Lieberman volt, ő adta például a legendás ezüst Skyline-t, amire mindenki vágyott, annak ellenére, hogy kb. 2 percet szerepelt a filmben. Liebermannak amúgy van egy YouTube csatornája, ezt érdemes figyelni, sokat mesél arról, hogy mennyit vívott a filmesekkel, hogy ne legyenek baromságok a filmben, mint például a gyorsan menés hatására kiszakadó padlólemez, meg a felrobbanó nitró, de nem ért sikerrel. Szintén meglepő, hogy amúgy eredetileg Timothy Olyphant lett volna Dominic Toretto, csak aztán valószínűleg túl sok volt a haja. Ezek a filmek még amúgy az autózás körül forogtak, mindig az autók alakították a cselekményt, az autók vitték tovább a dramaturgiát. Viszont a harmadik rész után valami megváltozott, és ennek baromi egyszerű oka van. A pénz. Érdemes megnézni az első három rész bevételi adatait. Az első film 206 millió dollárt hozott, ami ahhoz bőven elég volt, hogy folytatást akarjanak neki csinálni. A második rész már 236 milliót húzott be, ami hát egyértelműen több, mint az első, viszont csalódást keltő annak tükrében, hogy addigra a halálos iramban egy bejáratott brand volt. A harmadik rész, a Tokyo Drift, az viszont már csak 157 millió dollárt húzott be, ez volt a legrosszabbul jövedelmező rész a trilógiában, habár filmként amúgy szerintem egy kifejezetten erős darab a szériában. Azt amúgy láttátok, hogy ezt a srácot próbálták nekünk eladni, mint tizenéves gimnazista. Hogy érthető legyen, hogy miért csináltak szuperhősös kémfilmet az egykori autós franchise-ból, érdemes megnézni, hogy mennyit hozott a negyedik rész, ahol visszahozták az összes régi karaktert, és elkezdték fullba nyomni a Mission Impossible-t. Bizony,
359 millió dollárt. A következő, a Fast Five, már 630 milliót hozott, és a Furious of the Fate már 1,24 milliárd dollárt termelt. Tehát egyszerűen beindult a pénzpumpa. Szomorú ezt kimondani, és mivel te is, meg én is ebben élünk, főleg nehéz elfogadni, hogy az autózás egyszerűen nem érdekli az embereket. Az autórajongók megnézik a maguk kis YouTube videóit, pár évente egy-egy filmet lehet rájuk építeni, de egy nagy, komoly, érdemi pénztermelő franchise-t képtelenek eltartani. Ez az autós közönség az egyszerűen ehhez kevés, és évről évre amúgy kisebb. A Universal egy üzleti vállalkozás. Nem filmeket akar csinálni, hanem pénzt. Részvényesek vannak, azok befektetnek, azoknak ki kell elégíteni az igényeit, jól kell kinézni az évvégi jelentésnek, és mint minden rendes üzleti vállalkozás, ez is közvéleménykutatások alapján dolgozik. Folyamatosan figyelik a közönséget. Feltűnt, hogy milyen sok a latinó kötődés a halálos irán filmekben. Karakterek, zenék, helyszínek. A cég egy piackutatással arra jutott, hogy Amerikában a spanyol ajkúak körében a legnépszerűbb a franchise, így igyekeznek nekik kedvezni. Így jutunk el a tizedik részhez, ami idilli boldogsággal kezdődik, dízelék családoskodnak a családdal, grilleznek, meg családoskodnak, meg minden ellenség le van győzve, a korábbi ellenségek már nem ellenségek, hanem tagjai a családnak, míg nem megjelenik a pépesre vett Charlie Strong, és jelzi Domnak, hogy vége az idillnek, mert a széfes drogbáró fia nagyon-nagyon dühös, amiért Dom beleparkolt az arcába egy Dodge Charger-rel. A fiú, a film főgonosza, amúgy Jason Momoa, aki a film kevés élvezhető pontjai közé tartozik. Emberünk elcsalja Rómába a családot, hogy ott egy akció keretein belül mindenkit lealázzon. Amúgy az már feltűnt valakinek, hogy ezek fedett titkos ügynökök, és mindig a létező legkirívóbb, legkisebb darabszámban készülő, leglátványosabb autókkal rohangálnak? Tényleg Tyrese Gibsonnak egy aranyra fóliázott Lamborghini-je van a film elején. Nem értem! Mindegy, kár ebben a rációt keresni. Innentől spoileres lenne, de a film úgy megőrül, hogy olyan a világon nincs. Tényleg, mintha John Wick-et kereszteznéd a Transformerrel, a bosszúállókkal, a Mission Impossible-lel, a James Bond-nal, és az így kapott szörnyszülött orrába egy ipari lomfúvóval fölküldenél egy mázsa kokaint. Na, olyan a film. Eszetlenül pörög, folyamatosan robban, száguld, verekszik, egy idő után csak egy villódzó masszát látsz a moziban, motorhangokkal, sikolyokkal, amiket néha megakaszt valamelyik viccesége miatt tartott vicces mellékszereplő. Egy ponton tényleg az egyik karakter még fel is hívja rá a figyelmet, hogy azok az arcok, akik most világmentő szuperügynökök, 20 éve még tévéket loptak kamionokról a Los Angeles-i éjszakában. És tényleg eddig igazából ez úgy hangzik, mint az év szórakozása, csak az a baj, hogy a filmnek nincs tétje. Természetesen nem a fizikát vagy a logikát akarom rajta számon kérni, azt már 15 éve elengedtük, meg nem is a belpesti köldöknézős értelmiségi pillanatokat hiányolom, de egy filmet akkor lehet komolyan venni, hogyha felállít egy szabályrendszert, amit betart. A Fast X-nek nincs ilyen, és nem is lehet rajta izgulni. Meghal valaki? Nem baj, pár rész és visszatér. Komolyan, a film egy pontján megjelenik egy karakter, akit 4 részsel ezelőtt veszítettünk el, megsirattunk, meg eltemették, meg minden. Feltűnik egy gonosz? Semmi gond, némi autós üldözés után tagja lesz a családnak. Valaki valakivel rosszba van? Tök mindegy, kibékülnek. Vagy verekszenek egy nagyot, aztán békülnek ki. A leglustább forgatókönyvírói mechanizmusok mennek már részek óta, mindig előkerül egy testvér, báty, húg, volt barátnő, vagy a volt barátnő húga, tudom is én. Egyszerűen nincs min izgulni, mert amikor egy picit is necces a helyzet, Dom gázt ad a Chargernek, és minden megoldódik. Ezzel amúgy nem lenne gond, csak közben a film veszettől komolyan veszi magát. Például a főszereplőnek nincs normális párbeszéde, mindig csak kinyilatkoztat, Vin Diesel ilyen zsoltárokban beszél. Nem lenne gond egy olyan film, ami kiröhögi a fizikát, a józan eszet, a logikát, ha közben merne nevetni önmagán, és két gyilkolás, meg üldözés, meg Róma felrobbantás közé nem szúrnának be valamilyen kinyilatkoztatást a család fontosságáról. A Hobbs & Shaw, a spin-off, azért volt nagyon király, mert nem csak mert féktelenül hülye lenni, de még ilyen önreflexív módon kacagott önmagán. Ez az, ami a halálos iramból hiányzik, könyörgöm, itt autók repülnek, meg neutronbombákat pöckölnek el darukkal. Ezt nem lehet komolyan venni. A közönség amúgy a bevételi adatok alapján szanaszét karmolja a sorozatot, csak Vin Diesel néz ki úgy, mintha egyre inkább unna az egészet. A másik lehetőség meg az, hogy kijárta a Steven Seagal színészi iskolát, és egy mimikája van mindenre. Például büszke a fiára. Vagy megjött a halálos ellensége. Vagy éppen beépül az arcába egy lángoló neutronbomba. Ebben a filmben Diesel bár nem egy dicső csatacsípes 1.9, csak egy széttaposott egy 4 HDI. Egy dolog van,
ami tényleg tetszett, és az Jason Momoa, mint szadista állat erős feminin beütésekkel. Dami, I knew you would come for me. I'm Dante. Enchanté. Ő az, aki láthatóan végtelenül élvezi ezt az egészet, egy másodpercre sem veszi komolyan, és még magánál a filmnél is jobban elszállt. Tényleg van egy jelenet, ahol két hullával beszélget a napozó ágyán, miközben kilakkozza a lábkörmüket. Elképesztő! Ez, ennek az embernek külön filmet kéne adni, mert annyira jól hozza a féktelen önfelett hülyét, hogyha 2,5 órán keresztül őt kéne nézni, már venném is a jegyet. A film amúgy, hát már csak azt se lehet mondani, hogy családos iramban, ez már inkább csalódás iramban. Nem is lett amúgy vége, hanem egyszerűen csak így elvágtak egy jelenetet. A hírek szerint nem egy, hanem két befejező rész lesz, meg pusmognak további spin-offokról is. Szóval ezen a branden nincsen fék. Mondanám, hogy egy laza agyradírnak kiadja, de az én agyomat nem leradírozta, hanem megrágta és kiköpte. Akinek az előző rész tetszett, annak amúgy ez is fog. Nem leszünk ezentúl sem filmkritikai csatorna, de hamarosan jön a Gran Turismo, vélhetően azt is meg fogom nézni, aztán majd arról is próbálok mondani valami értelmeset. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nyom csengőt, lájkot, aztán a következő videónk az valami hagyományos autós téma lesz. Dani, szabadíts ki! Nem lehet. Iratkozzatok fel a csatornára. Már mondtam, feliratkoznak. Már feliratkoznak. De szólok én is, iratkozzatok fel a csatornára mind a kettőre. Igen, mert... A webshopba vegyetek cuccokat, mert vannak jó cuccok azért. Így van, tehát Danival mi ebből élünk, hogy ti feliratkoztok, és nagyon szeretnénk nem éhen halni. Neki kell gyúrós porokra, én meg hát nézd meg, hát ilyen vékony vagyok szóval. Neki meg van gyereke. Igen, azért vagyok ilyen vékony, minden megeszik előle. Kát!